Az utolsó tűzijáték címmel budapesti vendégelőadást láthattak májusban a nézők a Pécsi harmadik színházban. Két író, egy dán és egy ausztrál műveiből született a színpadi játék, mely a szülő-gyermek viszony tárja elénk ezernyi árnyalatban. Az egyik főszerepben Földes Esztert láthatták a nézők. Nagyon sokat segített az, hogy időközben ugye én is anya lettem, és vannak benne hangbejátszások, amik például a saját életünkből, ez egy riportot csinált velünk a Csábi, annak ki rendezte az előadást, kérdezett minket anyaságról, és fölvette ezeket az interjúkat, és ezekből összevágott egy ilyen hangfelvételt. Vannak olyan gondolatok, amiket én mondok az előadásba, de a Dorka gondolata, és fordítva. Úgyhogy igazából ez volt a nehéz, hogy alá tudjunk ebbe a pokolba merülni, és hát nem egy hosszú előadás, 1 óra 15, 1 óra 20 perc körülbelül, de volt olyan érzés, mint amikor Prométheus kifeszítik, és a kesejük tépkedik, tehát nagyjából ilyen lelkileg végigcsinálni ezt a alig másfél órát. Mondja, miért érdekel magát? Nem látni magán! Olyan kimért azon a képen, ha szenved is a melegtől, minden esetre nem mutatja. Ez aztán a vérbeli profizmus, ahogy az édesanyja mondja. Gyakran megesik, hogy kifaggat. Néha úgy érzem, mintha én is a lánya lennék. Meddig tart a szülői hivatás, meddig anya valaki felnőtt lányának? Megtörténhet, hogy egy anya ne szeresse a saját gyermekét? Gyűlölheti, lenézheti egy gyermek a szüleit? Ilyen kérdéseket feszeket a darab. Egy embernek évekig kell nevelni a gyerekét, amíg tényleg életképes lesz. És valahogy úgy látszik, hogy ezzel nem tudunk leállni, mi szülők. Tehát, hogy ez... És egyfelől ez csodálatos, másfelől nagyon folytogató is lehet. Tehát én gyerekként is megtapasztaltam azt, amit most a fiamtól is látok, hogy anya, hagyjál már békén. Hát tudom, hogy milyen idő van, de hogyha nem veszek melegrát, akkor meg fogok fázni, és akkor az én bajom lesz, majd akkor rájövök legközelebb. De hogy nem tud az ember leállni ezzel, és hogy tulajdonképpen milyen érdekes ez, hogy a legjobb akarattal, vagy a legnagyobb igyekezettel is lehet, hogy éppen megfojtom őt. Azzal, hogy állandóan ott ülök és gondoskodok rajta. És ugyanúgy visszafelé, tehát én már anyaként értem meg azt, hogy az én anyám mit miért mondott. Tehát, hogy ez nem olyan egyszerű ez, hogy az ember szülő lesz, akkor mindent tud, hogy mit kell csinálni. Egy gyereknek nincs más dolga, mint hogy szeretni kell a szüleit és hallgatni rájuk. Tehát ez egyáltalán nem ilyen egyszerű, ez nagyon bonyolult. És ez a darab ezt próbálja feszegetni, és ez szerintem egy olyan téma, ami mindenkit érint. Ezzel a rendezéssel debütált a Temesvári Csábi Anna Hazánkban. Ez egy pályázat volt, egy fiatal rendezőknek írt pályázat, és az volt a megkötöttség, hogy megkötés, hogy két szereplős legyen, egy idősebb és egy fiatalabb karakterrel. És azt tudtam, hogy nem egy szerelmi kapcsolatról szeretnék beszélni, mert az valahogy annyira engem életem ezen korszakában nem fog meg. Szerettem volna valami szülő-gyerek kapcsolatot, de én csak anyukámat ismerem, úgyhogy így az anya-lánya maradt az, amit így jobban ismerek, és akkor ehhez kerestem anyagokat. Ez nem annyira gyakori, hogy két személyeseket csináljanak színészek, mert akkor erőteljesen a fókuszba kerülnek. Szinte végig jelen vannak, egy-két másodpercre tudnak csak elmenekülni a sötétbe. A próba az nagyon kevés volt, sajnos. Nagyon rövid idő alatt kellett összeraknunk. Tér is nagyon keveset volt, de konfliktusmentesen zajlott tulajdonképpen. Még a főpróbán sem vesztünk össze, pedig az egy minimum, hogy a főpróba héten veszünk össze, de nem sikerült akkor sem. Jó volt. Csábi Anna két különböző történet szálait szövi egybe, egy szívmelengető hollywoodi és egy sötét tónusú bergmani anya-felnőtt lány viszonyt mesél el, melyek dialógusra lépnek egymással a néző fantáziájában.